Üdvözlünk titeket a Tiki Taka TV-n, ahol ebben a videóban az Unibet támogatásával bemutatjuk nektek a világbajnokságok történetének 10 legkiemelkedőbb teljesítményét. 10. Luka Modrić. Korábban sokszor kritizálták Horvátországban Luka Modricot, hogy vezérként veszélyesebbnek kellene lennie a kapura. Nem vagyunk a védő ügyvédjei, de Modric játékát a Real Madridban és a válogatottban is meghatározta, hogy nem a gólszerzés volt az elsődleges feladata. Edzői ugyanis rendszerint mélyebben játszották a középpályán, és óriási védőmunkát is el kellett látnia. A horvát válogatottban a 2018-as VB előtt Zlatko Dalic szövetségi kapitány hozott fordulatot Modric szerepkörében, aminek óriási hatása lett. Dalicot csak a VB-selejtezők hajrájára nevezték ki a válogatott élére, miután Ante Csacsicsal veszélybe került az oroszországi tornára való kijutás. Dalic úgy döntött, hogy Modricot mentesíti a védő feladatai alól, és feljebb tolja a pályán, egészen a csatárok mögé, ahol fiatalon a pályafutását is kezdte a Dinamo Zagrebben, amelyben volt 17 gólos szezonja is. A felszabadult Modric által vezetett Horvátország mindhárom meccsét megnyerte a csoportkörben, az irányító pedig nem csak az Argentina elleni 3-0-ra megnyert meccsel gólt, hanem Nigéria kapuját is bevette. A későbbiekben ugyan már nem talált be a kapuba, de tanárian futballozott. 523 paszt adott a VB-n, amelyből 439 pontos volt, több mint 72 kilométert futott, és 694 percet töltött a pályán, a legtöbbet az oroszországi tornán az összes mezőnyjátékos közül. Horvátország Modric vezérletével felülírta az 1998-as Davor Šuker féle horvát generáció VB bronzát, hiszen bejutott a döntőbe, amelyet ugyan elvesztett Franciaország ellen, de az ezüst szépen csillogott. Modric pedig később aranyat is kapott, egyet, mint a VB legjobb játékosa, később pedig egy másikat, mint a világ legjobb labdarúgója, amit az aranylabda szimbolizált. 9. Andrés Iniesta. A legkevesebb, amit elmondhatunk Andrés Iniesta-ról, hogy a 2010-es dél-afrikai VB-n a csapata egyik legjobbja volt. Mivel Spanyolország megnyerte a tornát, ez a dicséret is kellőképpen felértékelődik. Ennél persze bővebben is érdemes beszélni Iniesta-ról. Ha mást nem tett volna az egész afrikai kalandtúra alatt, mint hogy győztes gól lő a Hollandia elleni döntő hosszabbításának a 26. percében, már többet nem is kellene mondanunk, de Iniesta-nél azért többet is tett. Bevert 2 gólt, kiosztott 283 jó paszt, és nem volt olyan szeglete a pályának, ahol ne tűnt volna fel, miközben szólt a vuvuzela. Nem véletlen, hogy őt faragták a leginkább a hollandok a döntőben. 8-szor rúgták fel, de másképp nem is lehetett bírni vele, mert úgy osztogatott, mint ahogy egy jobb pókerklubban szoktak. Iniesta akkori játékát látva, pláne a VB aranyról döntő gólját is figyelembe véve, sokan gondolják úgy, hogy a világ igazságtalansága volt, hogy 2010-ben nem ő kapta meg az aranylabdát. A díjat alapító és átadó France Football főszerkesztője évekkel később nyilvánosan is elnézést kérte a spanyol középpályás zsenitől. Pascal Ferré így fogalmazott. Bocsáss meg nekünk, Andrés, nekünk te nem egy játékos vagy, hanem a játékos. Pedig nem rajta múlt, hogy kikapta a díjat, hiszen a lap tudósítói szavaztak, akik 2010-ben a csak egy spanyol bajnoki címet nyerő Lionel Messire voksoltak többségében. 8. Roberto Baggio. Sokáig nem úgy tűnt, hogy az 1994-es VB legtöbbet emlegetett játékosa Roberto Baggio lesz. Az olaszok rendkívül nehezen lendültek játékba az Egyesült Államokban. Kis hián már a csoportkörben kiestek, és az Írország, Mexikó, Norvégia elleni meccseken Baggio egy gólra, de még egy gólpasszra sem volt képes. A továbbjutás, ha nagy nehezen is, de végül csak meglett. 1993 aranylabdása pedig a torna igazán fontos pillanataira tartogatta a puskaporát. Baggio először a Nigéria elleni 8-döntőben mentette meg az olaszok bőrét, amikor az afrikai ország közel járt a csodához. Amunike góljával ugyanis egészen a 88. percig vezetett. Ekkor azonban Baggio egyenlített, majd a Juventus klasszisa a 102. percben 11-esből újra betalált, Olaszország pedig túlélt. És innentől feltarthatatlannak tetszett. A Spanyolország elleni negyeddöntőt már jó játékkal nyerte meg 2-1-re, és Baggio újabb győztes gólt szerzett. A Bulgária elleni elődöntőben pedig folytatta a sót. 4 perc alatt duplázott, és ezzel hamar eldöntötte a csatát, és Olaszország már is ott volt a fináléban. A brazil-olasz álomdöntő Pul Sándor játékvezetése mellett a vártnál kevesebb futballt és több küzdelmet hozott, gól pedig 120 perc alatt sem született, majd a 11-es párbaj Baggio tragédiája hozta. A copfos zseni csúnyán fölé rúgta a maga 11-esét, és mivel korábban az olaszok részéről Franco Baresi és Daniele Massaro is hibázott, ezzel dőlt el, hogy Brazília lesz a világbajnok. Baggio ezzel nem csak az aranyat, hanem Romárióval szemben a VB legjobbja címet is elvesztette. 7. Miroslav Klose. Willkommen im Club, azaz üdv a klubban!
Így üzent Ronaldo Miroslav Klózénak. Miután a német csatár a Gána elleni csoportmeccsen megszerezte az első gólját a 2014-es brazíliai világbajnokságon, összességében pedig a 15-et a negyedik tornáján. És ezzel beérte minden idők legjobb VB góllövőjét, a kétszeres aranylabdás Ronaldót, akit Klóze épp a brazilok elődöntőbeli 7-1-es lemészárlásakor előzött meg. Megszerezte a 16. VB gólját, amivel már egyedüliként áll a rangsor élén. Ki hitte volna ezt 2002. június 1-én? A világ aznap ismerkedett meg Klóze nevével, amikor a Dél-Koreában és Japánban rendezett VB-n 4-fejes góllal mutatkozott be Szaúd-Arábia ellen. Néhány nappal később ünnepelte a 23. születésnapját, de akkor még szinte teljesen ismeretlen volt. Élete első világbajnokságát aztán 5 találattal, álomcsapattagsággal és ezüstéremmel zárta. Sokan kifutottnak tartották a teljesítményét, mert az összes gólját fejjel és a csoportkörben szerezte. 4 évvel később aztán a hazai rendezésű, német bronzéremmel végződő VB-n Klóze volt az egyik hős, 5 találatával a torna gólkirálya lett, ráadásul az egyenes kieséses szakaszban sem maradt adós a fontos góllal, ahol is az Argentina elleni negyeddöntőben talált a kapuba. A 2014-es VB-n csak 4 gólig jutott, de játékban Dél-Afrikában volt a csúcson. A góljait ugyanis fontos meccsek fontos pillanataiban szerezte, az Anglia elleni 8-döntőben 1-szer, az Argentina elleni negyeddöntőben 2-szer volt eredményes. 2014-ben 36 évesen már csak egy dolog motiválta, a VB bronzok és ezüst után a legfényesebb érem begyűjtése. Sikerült neki, hiszen világbajnok lett, és még Ronaldo szobrát is ledöntötte. 6. Johan Cruyff. Karrierje során 662 meccsen 368 gólt szerzett, és sokan az évszázad legjobb európai labdarúgójaként tekintettek Johan Cruyffra, aki az 1970-es évek Ajaxában és a holland válogatottjában a sportágat megreformáló totális futball karmestere volt. Az 1974-es világbajnokság évében már harmadszor érdemelte ki az aranylabdát, a Nyugat-Németországban rendezett torna előtt mégis szinte bűnbocsánatért esedezett hazájában, ahol még mindig haragudtak rá, amiért az Ajaxot elhagyta a Barcelona kedvéért. Cruyff aztán a VB-n bizonyította, hogy még mindig lehet rá számítani. 3 gól mellett 7 gólpasszt osztott ki, a második csoportkörben Argentinát és Brazíliát is szinte egy szemében verte meg, aminek köszönhetően már is ott volt a döntőben Hollandia. A házigazda NSK elleni aranymeccs első percében Cruyff a kullancsként ráállított Berti Fogcala nyakán végigrohant a német térfélen, majd a büntető területen belülre érve átesett a rosszul becsúszó Uli Hoeneß lábán. A megítélt 11-est Johan Neeskens értékesítette, ám a korai holland előny ellenére az NSK 2-1-re fordított és győzött. Cruyff lett a torna legjobb játékosa, de sosem tagadta, hogy ezt a dicsőséget boldogan elcserélte volna a VB aranyra. Fájdalmát egyszer így öntötte szavakba. Amikor betaláltam, a holland válogatott sosem kapott ki, az NSK elleni müncheni döntőben azonban sajnos Neeskens lőtte a gólt, pedig Cruyff is lőtte volna azt a 11-est, és akkor talán minden másképp alakul. Látogass el a büntető.com megújult oldalára és olvasd exkluzív interjúkat a sportvilág magyar és külföldi szereplőivel. Ezen kívül elemzésekkel, sportszakmai tartalmakkal, könnyed ismeretterjesztő cikkekkel és portrékkal is találkozhatsz. A linket keresd a leírásban. 5. Kocsis Sándor. Nemrég a világhírű 442 futballmagazin összeállította minden idők 100 legjobb labdarúgójának a listáját, amelyre 4 magyar került fel, az aranylabdás Albert Flórián mellett az aranycsapat támadósorának 3 oszlopa, Puskás Ferenc, Hideg Kuti Nándor és természetesen Kocsis Sándor. Utóbbi, mostani főhősünk a 93. helyet kapta a rangsorban Luis Figo és Péter Schmeichel között. Kocsista valaha volt legjobban fejelő futballistaként jellemezte a szaklap, amely megegyezte a nemzeti csapat 1952-es olimpiai aranyérmében játszott szerepét, és a későbbi barcelonai sikereit is, de egyértelműen az 1954-es világbajnokságot emelte ki pályafutása csúcspontjaként. Nem véletlenül, a kockának becézett játékos ugyanis 11 gólt szerzett a Svájcban rendezett VB-n, amivel elhódította a gólkirályi címet. Dél-Korea ellen mesterhármassal kezdte a tornát, majd az NSK ellen 8-3-ra megnyert csoportmeccsen 4-szer talált be a kapuba. Puskás ezen a találkozón megsérült, így a folytatásban mindinkább felértékelődött Kocsis szerepe, aki becsülettel tette a dolgát. A brazilok elleni negyeddöntőben és az Uruguay elleni elődöntőben is duplázott, így vezérként vitte el a magyarokat a berni döntőig. Kocsis
Bacsis ezzel a mai napig egyedüliként tart egy érdekes VB rekordot. Ő az egyetlen, aki egymás utáni 4 meccsen is legalább 2 gólra volt képes. Aztán a németek elleni döntőre Puskás visszatért, Kocsis gólsorozata pedig megszakadt. Hogy a kettő között van-e összefüggés, örök rejtély, ahogy az is, hogy a sokkal esélyesebb aranycsapat hogyan veszíthetett 3-2-re a döntőben. 4. Pelé. Egyszer egy rabló, amikor rádöbbent, hogy épp kit akar kizsebelni, elnézést kért és elfutott. Nigériában tűzszünetet kötöttek a harcoló felek, amikor az országba látogatott, csak hogy láthassák a játékát. Pelé történetét számos hasonló legenda övezi, az viszont tény, hogy 3-szor nyert VB aranyat, mindenki másnál többször és hivatalosan 1282 gólt szerzett profi pályafutása alatt, mindenki másnál többet. Pelé neve az 1958-as VB-n vált ismerté, amelyen 17 éves volt és leborult a lábai előtt a világ. Mindössze 2 évvel korábban a 16-ot még be sem töltve mutatkozott be a Santos felnőtt csapatában, és 1 évvel a svédországi VB előtt debütált a brazil válogatottban. Az első VB-jén az ifjú Pelé kezdetben nem keltett feltűnést. A brazilok első 2 csoportmeccsén a kispadot koptatta, a harmadikon már kezdő volt, de gólt nem szerzett. Vicente Feola szövetségi kapitány a torna második felére találta meg az ideális összeállítást, amely a 4-2-4-es hadrendben a Garincha, Vava, Pelé, Zagallo csatársorral támadott, és Pelé beindult. A negyeddöntőben győztes gólt szerzett az aranycsapat tagjait már csak nyomokban felvonultató magyarokat kiejtő Wales ellen. Az elődöntőben mesterhármast vágott a franciáknak, a fináléban pedig 2-szer is betalált a házigazda svédek kapujába. A 17 éves Pelé végül 6 gólig jutott a tornán, világbajnok lett, és ez még csak a kezdet volt. 3. Just Fontaine. Bár az 1958-as VB-n a svéd korona az ifjú Pelé fejére került, mégiscsak volt valaki, akinek a csillaga a brazil zseniéhez hasonlóan ragyogott azon a tornán. Ő pedig nem más, mint a francia válogatott támadója, Just Fontaine. A Marrakeshben francia apa és spanyol anyagyermekeként világra jött center, a bajnok és kupagyőztes Ramsban 26 ligameccsen szerzett 34 góllal hangolt a VB-re, mégsem volt kőbevésve a szereplése. Az azt megelőző 5 évben ugyanis 5 gólt termelt csak a válogatottban. Igaz, azután, hogy bemutatkozás gyanánt berámolt egy mesterhármast, ki tudja miért, 3 évig nem is hívták, tehát a hosszú csend nem csak az ő hibája volt. A svédországi VB-re viszont beválogatták a keretbe, Fontaine pedig a nagyszerű Raymond Kopa kiszolgálásában 13 gólig jutott. Igen, egyetlen tornán, pedig a futballcipőt úgy kellett kölcsönkérnie az egyik csapattársától. 3-at vágott Paraguaynak, 2-t Jugoszláviának, betalált Skócia ellen is, az egyenes kieséses szakaszban pedig 2-szer vette be az északírek, 1-szer a brazilok kapuját. Micsoda pech volt számára, hogy a Seleção elleni elődöntőben Pelé meg 3-szor volt eredményes, a Fontaine mágia pedig 1958-ban egyedül a fekete gyémánt ellen nem volt hatásos. Fontaine tündöklése azonban nem ért véget az elveszített elődöntővel, mert hogy a címvédő NSK elleni bronzmeccsen 4-szer is villant, hozzájárulva a franciák 6-3-as győzelméhez. Fontaine a mai napig tartja az 1 VB-n szerzett gólrekordot, Ronaldo feltűnéséig pedig ő állt az első helyen a világbajnokságok örök góllövő listáján is. 2. Diego Maradona. Ha Hollywoodban Rambo volt az egyszemélyes hadsereg, akkor a futballban Diego Maradona az 1986-os világbajnokságon. Minden idők egyik legkiválóbb labdarúgója tényleg egy szemében, a mázsás terhet is bírva a vállán cipelte a fináléig Argentinát, hogy aztán a döntőben is sziporkázva világbajnoki trófeával ajándékozza meg az ország futballőrült népét. Egyház is viseli Argentinában Maradona nevét, nem volt az a drogbalhé vagy szövetségi kapitányként megélt égés, ami elhomályosíthatta volna a 2020-ban elhunyt legenda isteni szerepét, amelyet 1986-ban játszott el. Idézzük is fel, hogy mit tett Maradona Mexikóban. Dél-Korea ellen 3 gólpasszal kezdett, Argentina pedig 3-1-re nyert, az olaszok ellen ő egyenlített, majd Bulgária ellen kiosztott egy újabb gólpasszt a csoportkörben. A negyeddöntőben Anglia ellen előbb bemutatta az Isten kezét, majd néhány perccel a kézzel szerzett találata után egy gyönyörű cselsorozat végén is gólt szerzett, így győztek az argentinok 2-1-re. A Belgium elleni elődöntőbeli dupla és a fináléban a németek elleni győztes gól előtti assziszt szinte már csak hab volt a tortán. 5 gól, 5 gólpassz, 90 csel. Ő volt Maradona, 1986 argentin istene. 1. Zinedine Zidane.
A házigazda francia válogatott úgy vágott neki az 1998-as VB-nek, hogy a megelőző két tornára ki sem jutott, úgyhogy hatalmas nyomást nehezedett Aimé Jacquet fiaira, akiknek muszáj volt kárpótolniuk a közönségüket hazai pályán. Zinedine Zidane akkoriban már a válogatott egyik legnagyobb sztárja volt. A Juventus játékosaként zsinórban kétszer szerepelt a BL döntőben a VB előtt, igaz mindkettőt el is veszítette a torinói klubbal. Világklasszissá viszont csak az 1998-as VB-n vált, pedig nem indult jól a torna neki. A Dél-Afrika ellen megnyert nyitómeccsen ugyan gólpaszt adott, de a második csoporttalálkozón Szaúd-Arábia ellen kiállították, miután megtaposta az ellene becsúszó Fouad Anwart a földön. A kirívó sportszerűtlenség miatt Zidane-t két meccsről tiltották el, így még a Paraguay elleni nyolcaddöntőt is ki kellett hagynia. A franciák pedig rettentően megérezték a hiányát, ez bizonyítja, hogy csak a hosszabbításban tudták legyőzni a szívósan védekező dél-amerikaiakat. Miután Zidane visszatért a csapatba, az olaszok és a horvátok ellen megnyert meccseken is jól játszott, noha gólt még nem szerzett a tornán. Erre a legfontosabb meccsen a döntőben került sor, ráadásul Brazília ellen két fejes gólt is elért. Zidane dupláját megelőzően egyébként az 1978-as döntőben Mario Kempes tudott VB döntőben két gólt is szerezni. Félidőben így vezetett 2-0-ra Franciaország, amely végül 3-0-ra megnyerte a finálét. Zidane pedig a világbajnoki címben játszott fontos szerepének köszönhetően megkapta az aranylabdát 1998-ban. Ez volt tehát a VB-k történetének 10 legkiemelkedőbb teljesítménye. Ha van olyan játékos, aki nem szerepel a listán, de szerintetek helye lett volna rajta, akkor azt írjátok meg a videó alatt kommentben, ha pedig tetszett az összeállítás, akkor nyomjatok rá egy lájkot, és további focival kapcsolatos tartalmakért iratkozzatok fel a csatornánkra.